Gyurcsány Ferenc a vendégünk, aki különösen nagy média figyelmet kapott az utóbbi időben, egyrészt mert járt a Vason, a Miskolcon a lakótelepen, másrészt azért, mert kongresszusa volt a Demokratikus Koalíciónak a hétvégén, harmadrészt pedig azért, mert az ellenzéki összefogással kapcsolatban is óhatatlanul újra és újra felmerül a neve. Vendégem a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondták most, azt fogalmazta meg ön most a kongresszuson hétvégén, hogy egyfajta ellenzéki összefogást tart egyedül üdvözítő megoldásnak a jelenlegi Orbán kormány politikájával szemben. De nem gondolja-e, hogy éppen az ön személye az, ami ennek az ellenzéki összefogásnak az egyik legfőbb gátja, amit a sajtó már gyakorlatilag önálló névvel is illet, úgy írnak mindig róla, mint az a bizonyos Gyurcsány dilemma? Hát nézzem. Hadd kezdem akkor onnan, hogy mi elég hiúk vagyunk politikusok. Így aztán még aki ezt tagadja, az is állandóan nézegeti a kutatási adatokat, hogy hol tartunk. Ha én jól olvasom ezeket az adatokat, akkor ott tartunk mostanra, hogy már nem népszerűségi verseny van a politikusok között, hanem népszerűtlenségi verseny. Mindegyik ők egy 100-fokú skálán nagyjából 21-2 is. 31-2 százalék között van, 100-ból. Persze, ha erről szól a verseny, akkor ebben a versenyben ön jól áll. Ez azt jelenti, hogy mára nem az a helyzet, hogy vannak kiemelkedő, nagy tekintélyű, aktív, hogy mondjam, a politikai összefogás megtestesíteni képes politikusok, hanem az a helyzet, hogy mindegyikünket A-tól Z-ig nagyjából a pokolba kívánnak a választók. Nincsen nagy különbség a 22%-os Gyurcsány és a 26-27%-os Orbán között. Tehát itt állunk. Így aztán szerintem a dolgot rá kell bízni a választókra. Mi egymást ne pofozzuk politikusok, hogy kik itt szeret, mert ez nem szerelem kérdése, hanem próbáljuk meghallani, hogy mit mondanak a választók. Csak hogy ön azt mondta, hogy a demokratikus ellenzéki szervezetek együttműködését tartaná fontosnak, és itt pedig nem csak kifejezetten a választók preferenciáiról van szó, hanem elsősorban politikusoknak kéne megegyezni. Lehet látni, hát ezt ön is nyilván pontosan látja, hogy például az LMP politikusainak milyen örök problémát jelent ez a kérdés, és ezen belül leginkább az ön személy. Szerintem a dolgot fogadjuk el nagy vonalon. Nyilván emlékszik ön arra politika újságíróként, hogy 94-ben mit mondott Magyar Bálint már a két forduló után? Soha nem működünk együtt Horn Gyulával. Mit mondott 98-ban Orbán Viktor? Az első választási forduló után. Szó nem lehet róla, hogy a Tordján féle kisgazdapárttal koalícióra lépünk. Azaz. Szerintem ezek a szövegek, amit ön is mond, hogy a politikus kikivel akar együttműködni, hát ezek ilyen szerepjáték. A választók eldöntik ezt a dolgot. Én érteni vélem az LMP-t. Az LMP fiatal párt, mint mi is. Fontos neki, hogy megerősödjön, hogy legyen egy saját a többiektől jól megkülönböztethető identitás, ahogyan szokták mondani elegánsan. Ha bejön egy együttműködésbe, ráadásul olyan pártokkal, akikkel szemben fogalmazta meg önmagát pár évvel ezelőtt, MSZP-vel, velünk, hát akkor ez tompul. Pusztán pártalapon. Nekik igazuk van. Ha az ország dolgát nézem, akkor szerintem a döntésük több kételyt vett fel, mint amennyi bizonyosságot. Ők azt is mondták egyébként, most a hétvégén lehetett ezt hallani LMP-s vezetők szájából, hogy ők hasznosabbak lehetnek a későbbi ellenzéki összefogás számára akkor, hogyha önálló pártként indulnak, hogyha nem hagyják magukat összemosni a szocialista ellenzékkel, illetve demokratikus koalícióval, és hogyha ilyen módon tudnak a választásokon majd jobb eredményt elérni. Amennyiben mondjuk ez lenne egyfajta stratégia, akkor ön nem árt ennek a fiatal pártnak akkor, amikor ilyeneket mond, hogy lárifári, olyan sokan mások is mondták már, és aztán úgyis az lesz belőle, hogy együttműködünk? Én ezt nem állítom. Én nagyon megértésre próbálok ehhez viszonyulni, ehhez a dologhoz. Hogy miért gondolják ezt? Én ezt nem tartom illegitim dolognak. A mai tudásunk szerint, látva, hogy kinek mekkora a támogatottsága, hogy a három ellenzéki pártnak van nagyjából akkora támogatottsága, mint a Fidesznek egymagában. Tudva, hogy a mandátumok jelentős része egyéni választókörletben fog eldőlni egy fordulóban. Ma azt tűnik logikusnak, hogy a Fidesz-szel szemben egy demokratikus ellenzéki jelölt legyen. Szerintem ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy. De ehhez képest mondom, ha az LMP nem így látja, akkor ezt kellő türelemmel tudomásul kell venni, és reméljük, hogy 14-ig,
Ha egyébként nem változik meg a helyzet, akkor talán meggondolják magukat. Hát ha meg nem, akkor abban a helyzetben kell részt venni a választásokon. Ezt valóban meglátjuk, régóta megy ez a találgatás, és nyilván folytatódni is fog, viszont azt is mondtam most a hétvégén a kongresszuson, és ez egy újabb gondolat, ha tetszik, hogy hidakat kell teremteni a köztársaság párti jobboldali demokraták felé, ellenkező esetben nem lesz nyugodt építkezés, a magyarok egymást fogják ölni még évtizedekig. Csak hogy nem áll fenn ezzel megint az a probléma, hogy a jobboldal felé hídépítő szerepben megint csak talán legkevésbé ön tud hatékonyan fellépni. Én magával nagyon szívesen beszélgetek rólam. Mondhatnám úgy, egyik jó barátomat idézve, némi iróniával, hogy ez a kedvenc témám, és ezt észre a választók is, meg a nézők is imádni fogják, hogy rólam beszélgetünk. Hát de nem csak ennél... önről beszélgetünk, ön mondta azt a kongresszuson, hogy ön, az ön pártja szeretne hidakat építeni nem, a jobb oldal felé. Ezt nem mondtam. De sokkal elvibb álláspontot foglalok el. Nem igaz az az állítás, hogy a jobboldal egésze az autoriter lenne, hogy a jobboldal egésze az kész szembeszállni a demokratikus alapértékekkel. Én azt állítom pusztán, némi tapasztalattal rendelkezve az elmúlt 10 évben a magyar politikáról, hogy nem lesz béke és nyugalom, amíg a különböző színezetű demokraták nem építenek egy erős demokratikus centrumot az ország. Mert én szerintem, ezt igen régen írtam őszintén szóló egy nagy dolgozatban, akkor kezdődött a magyar politika válsága, amikor a Fidesz 2002 után és végleg 2006 után elhagyta a demokratikus centrumot. Azért más a nyugat-európai politika világ és a magyar, mert Nyugat-Európában a különböző színezetű pártok mindegyike a demokratikus politikai centrumban helyezkedik el. Amíg ezt nem építjük újra, addig ez egy ilyen politikai háborúskodás lesz egymás kizáró résztvevőkkel, aminek hát az a vége, amit látunk az elmúlt években, hogy nincsen társadalmi, politikai, gazdasági nyugalom, mindig élethalál harcként vetődik fel a politika. Én csak ezt állítom, ez egy elvi megjegyzés, vaknak kéne lennem és süketnek, ha azt gondolnám, hogy az én tenyeremből fog majd enni a demokratikus jobboldal. Viszont, hogyha már a tapasztalatnál tartunk, akkor a tapasztalatára lennék valóban nagyon kíváncsi az IMF tárgyalásokkal kapcsolatban, hiszen ugye ön erről sokkal többet tud, mint sokan, volt már benne része. Ön mit gondol, hogy működik ilyenkor a valuta alap? Mire lehet számítani, mennyire konkrétak a feltételek, mennyire szigorúak a feltételek, mennyire számítanak az olyan feszültségek, amik mondjuk akár személyesen is kialakulhattak a valuta alap delegációjának egyes vezetői meg a magyar kormány között, illetve a magyar kormány meg az egész szervezet között azáltal, hogy itt ugye volt egy elutasítás és abból visszakozás. Az IMF-nek egyetlen egy szempontja van, ami úgy foglalható össze, hogy középtávon a következő 2-3 évben a magyar költségvetés az fenntartható egyensúlyi pályán mozogjon, olyan eszközökkel megteremtve ezt az egyensúlyi pályát, amely nem gátolja a gazdasági növekedést. Ha ez megvan, akkor innentől kezdve a magyar kormánynak szabad tere van. Azt mondhatja a miniszterelnök, hogy kérem szépen, szerintem ahhoz, hogy ennek az igénynek megfeleljünk, a következő 5 intézkedést kell tenni. Az IMF ezt kiszámolja, hogy ez megfelel ennek az igénynek. Itt nincsenek nagy filozófiai értekezések a nemzet nagyságáról és a tragikus történelmi múltról. Ilyenkor ezt végighallgatják, így nagyjából, aztán megkérdezik, hogy mi mennyi. Ha ez kijön, akkor rendben van, egymás kezébe csapnak, és akkor rendben van. Ha nincs erre programja a miniszterelnöknek, hát akkor persze előbb-utóbb az IMF tesz ajánlásokat, hogy szerintem hogyan lehetne megcsinálni. De ez nem diktátum, még egyszer mondom, abban szabad keze van a kormánynak, hogy ezt az elvigényt hogyan közelíti meg és hogyan teljesíti. Mennyire lehet arról szó, hogy mind az IMF, mind más nemzetközi szervezetek, vagy egyes kormányok vezetői az Európai Unió nagyobb erejei személyi kérdésekbe akarjanak beleszólni? Nyilván ön is olvasta ezt a sok összeesküvés elméletet, ami azzal kapcsolatban jelent meg az utóbbi időben, hogy talán az ön egykori bukásához is nemzetközi nyomás járulhatott hozzá, és most egy hasonló látszik körvonal az Úrnyi Orbán Viktor személyével szemben. Én ezeket nagyon megalapozatlannak gondolom. Nagyon. Ráadásul erre azt is válaszolnám, hogy azt a magyar választóknak öntudatosan ki kell kérnie maguknak, hogy ők választanak miniszterelnököt. Nem okozok meglepetést azzal, ha azt mondom, hogy én szerintem igen rossz munkát végez ez a kormány, és hogy
Orbánnak mennie kell, de ezt nem az IMF-nek, nem az EU-nak kell elintéznie. Ez a mi dolgunk, ez a magyar választóké. Egyébként pedig elképzelhetetlennek tartom. Orbán Viktor addig tud kormányozni, amíg van parlamenti többsége, az ma van, és ameddig van egy elfogadható társadalmi nyugalom az országban, azaz nem borul fel az utca úgy, mint mondjuk Athénban. Én úgy látom, hogy mind a két feltétel megvan, csak Orbánon és pártján múlik egyelőre, hogy 14-ig akkor-e tud-e kormányozni, vagy hogy esetleg a mai jelentős többség az más miniszterelnököt állítana, de ennek nyomát sem látom. Ez azt jelenti, hogy abban a szempontból is visszautasítja az ilyen típusú elméleteket, hogy annak idején az ön lemondásában semmilyen szerepe nem volt semmiféle nemzetközi nyomásnak vagy jelzéseknek? Semmilyen. Semmilyen. Ezek, hogy mondjam, hol elegáns, hol pedig hát nagyon földszintes összeesküvés elméletek. Nem így működik az Európai Unió, és nem így működnek a nemzetközi kapcsolatok. Én azért mondtam le 2009-ben, mert a válság kitörése utáni már harmadik nagy kiigazító csomagot, ugye egy volt 2008 őszén, egy volt 2009 februárjában, elkészítettük a harmadikat is, de úgy láttam, hogy ahhoz nekem nem lesz többségem. Nem fogom tudni a parlamenten átvinni. Egyébként az volt a legkisebb csomag már, azt kidolgoztuk, és ezt a csomagot hajtott aztán végre Bajnai Gordon, és tett hozzá meg még egy-két lépést 2009 őszétől. Nemrég volt egy konferenciája is a Demokratikus Koalíciónak, és ott arról beszélt nagyon sok felszólaló, így aztán ön is, hogy őszintének kell lenni a választókkal azzal kapcsolatban is, hogy mi jöhet ezután. Ez vonatkozik nyilván arra is, hogyha az Orbán kormány valamilyen módon mégiscsak átadná a hatalmat, akkor mit tudna tenni a mostani ellenzék, meg vonatkozik arra is, hogy mi történik egyáltalán például egy IMF hitel után, és azt mondta, hogy bizony fájni fog, és bizony ezzel kapcsolatban őszintének kell lenni. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha az Orbán kormány rászánja magát a fájdalmas és minden bizonnyal népszerűtlen lépésekre, akkor a Demokratikus Koalíció ezekben a kérdésekben támogatni fogja? Attól függ, hogy mit csinál. Hát mondjuk egy példát. Ha mondjuk úgy akarja megteremteni az egyensúlyt, hogy elveszi a maradék Európában így is legszűkebb munkanélküliségi segélyt, vagy 10%-kal csökkenti a közszféra béreit és a nyugdíjakat, ahelyett mondjuk, hogy a 6-10 millió forint fölötti jövedelmekre bevezetne egy jelentős második adókulcsot, vagy az 50-100 millió forint fölötti vagyonokra bevezetne egy vagyonadót, akkor természetesen konkrétan az ő intézkedését, amellyel hát nyomorba fog dönteni 100 000-eket, nem kell támogatni. Hát természetesen ezen a ponton jelentős különbség van közöttünk, hogy ki hogyan látja az egyensúlyi pálya fenntarthatóságát. Azért nem kell önmagában valakit támadni, mert egyensúlyt akar. Az a kötelesség, hogy egyensúlyt teremtsen, hogy hogyan teremt, ez itt a kérdése. Tehát milyen olyan fájdalmas lépések vannak például, amelyeket támogatni tudná? Hát nézze, az, akinek 8 millió forint a fizetése, aminek az fájdalmas lépés, hogy le kell mondani a 16%-os egykulcsos adóról, de azt neki mondani, hogy igazad van, ez fáj. De még mindig ez fáj a legkevésbé, és azt gondolom, hogy te jobban megengedheted magadnak ezt a terhet, mint mondjuk az, akinek csak 1,5 millió forintos éves fizetése van. Ezt tudomásul kell én szerintem venni. Más is elhangzott a konferenciájukon, azt is elmondta, ez mondjuk nem ön, hanem Bokros Lajos, hogy szembe kell azzal nézni, hogy nem lehet visszamenni oda, ahol pár évvel ezelőtt tartottunk, például az oktatás, meg az egészségügy, meg nagyon sok nagy ellátórendszer tekintetében sem. Ugye, hát én ebben könnyű helyzetben vagyok. Én nem változtam meg 2006 óta. Én 2006-ban is azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy nagyon-nagyon sok fiatal egyetemre tudjon menni, évi 50-60 ezer, és ahhoz, hogy a magyar egyetemek európai értelemben versenyképesek legyenek, ahhoz be kell vezetni a tandíjat, mindenkire egyformán és átjárhatóvá kell tenni a képzést az állami és a nem állami képzés között. Nem nagy pénzzel, havi 8000 forinttal nagyjából 9000. Ezt akkor az ország elutálta. Mi ennek az alternatívája? Hogy fél évenkénti több 100 000 forintos orvosi egyetemen milliós nagyságrendű tandíj van, és bezárják a férőhelyek 40%-át. Én meg azt kérdezem, hogy melyik a jobb? Mi voltunk a jobbak, vagy sem? Orvosok el akarnak menni a szakmából. A rezidensek el akarják hagyni az országot. Nincs elég nővér. Azt mondom, kinek volt igaza? Nekünk. Akik azt mondtuk, hogy adjunk 300 forintot
orvoslátogatásonként, és maradjon ott nekik ez a pénz, nem szedi be a költségvetés, lehet abból bért emelni, vagy azoknak, akiknél, hát most látom, 20-a utálása nincsen műtét az országban. Hát csak, hogy azt mondják szakértők, hogy most már oda sem lehetne visszatérni, mint ahol annak idején önök a 8000 forintos tabdíjjal, vagy a 300 forintos vizitdíjjal tartottak. Szerintem az elfhez vissza lehet és vissza is kell térni magunk között szólva. Vissza is lehet és vissza is kell. Amit hétvégén elindítottunk, program alapvetést, szerintem elsőként az ellenzéki pártok között átfogal megmondtuk, hogy minek kell történnie Orbán után adóban, nyugdíjban, felsőoktatásban. Ez volt a kongresszus politikai vitája. Az azt mondja, hogy elvileg oda kell visszamenni, és újra kell természetesen számolni mindent, mert 2008, nem 2012 és nem 2014. Köszönöm szépen a beszélgetést.